kritikus terület 16 millió szál cigarettát foglalt le közel 900 millió forint értékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal az év első 7 hónapjában a megyében. Emelkedtek az árak. Átlagosan 2,6%-kal nőttek a fogyasztói árak egy év alatt, főként a szeszes italok és dohányárú drágultak. Több maradt a családoknál, 17 milliárd forinttal több pénz maradt a családoknál 2016-ban a szülőknél érvényesíthető adókedvezménynek köszönhetően. Szál cigarettát foglalt le közel 900 millió forint értékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal az év első 7 hónapjában a megyében. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nem csak nagy mennyiségű dohányárut foglaltak le a NAV munkatársai, hanem az elmúlt évek során számos cigarettacsempészettel és terjesztéssel foglalkozó bűnszervezetet is felszámoltak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a cigarettacsempészet egyik legkritikusabb pontjának számít, nem csupán Magyarországon, hanem az Európai Unióban is. Faburkolatban lapult a cigi. A mintegy 90 ezer doboz 100 millió forint értékű adózatlan cigarettaszállítmányt a NAV pénzügyi nyomozói egy kamion rakteréből bontották ki még februárban. A csempészek számos új trükköt vetnek be. Itt például egy hűtőkamionban rejtőzött a dohányáru. Ennél a rajtaütésnél pedig még 2015-ben egy NAV szolgálati járőrautónak álcázott kocsit üldöznek a nyomozók. De volt olyan is, hogy az áramszolgáltató társaság logójával felmatricázott terepjáróval csempészték a cigit. A módszerekben az utóbbi időben jelentős változás tapasztalható. A korábbiakban klasszikusnak számító zöldhatáros szállítás egyre inkább áttevődik az ugyancsak nagy mennyiség szállítására is alkalmas kamionos forgalomba. Ennek több oka is van, egyik például az, hogy a déli határszakaszon felállították a fizikai határzárat, és ezáltal jelentősebb hatósági jelenléte számíthatnak az elkövetők. Ami ettől fontosabb viszont az, hogy az észak-alföldi régióban dolgozó pénzügyi nyomozó munkatársaim az utóbbi években olyan jelentős, intenzív felderítői tevékenységet végeztek, amellyel több bűnszervezetet is sikerült az adott munkaterületekről kivonni. Az elmúlt 5 évben 10 olyan bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai, amelyek elsősorban a zöld határon tevékenykedtek. Közel 100 főt tartóztattak le cigarettacsempészet vádjával, de további 10 orgazdasággal foglalkozó csoport tagjainak kezén is kattant a bilincs ezen időszak alatt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a cigarettacsempészet legkritikusabb területe. Ez sajátos földrajzi elhelyezkedéséből adódik. 137 km ukrán határszakasza nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió külső határát is jelenti. Éppen ezért az illegális dohányáruk majd 90%-át itt foglalják le. Idén több mint 16 millió szál cigarettát foglaltunk le, mintegy 900 millió forint értékben. Természetesen nem csak a pénzügyi nyomozók foglalnak le cigarettát, hanem a pénzügyőrök is, tehát ez az említett mennyiség, ez a NAV munkatársai által lefoglalt összmennyiség a régiónkban. Az adóhivatal az utóbbi években folyamatosan vásárolt technikai eszközöket a csempészet visszaszorítására. Egyebek mellett éjjellátó készülékeket, hőkamerát, ruhára helyezhető és járművekbe szerelhető kamerákat, drónt, a vízi utak ellenőrzésére pedig légpárnás hajót szerzett be a hatóság. Magyarországon kizárólag engedélyezett nemzeti dohányboltban lehet jogszerűen dohányterméket árusítani. Ezek ellenőrizhető forrásból származnak, minden esetben magyar adójeggyel vagy zárjeggyel vannak ellátva. Forgalmazásuk illegális. A más forrásból származó dohánytermék birtoklása törvénysértő. Az adózatlan dohánytermék birtokosa a lefoglaláson kívül minimum 30 ezer forint bírságra is számíthat. Aki adózatlan dohányterméket engedély nélkül árusít, legalább 5 millió forint pénzbírságot kaphat. A cigarettacsempészetben résztvevők ennél is súlyosabb büntetést kaphatnak, hiszen akár több év letöltendő szabadságvesztésre is ítélhetők. Átlagosan 2,6%-kal emelkedtek a fogyasztói árak egy év alatt, terül ki a Központi Statisztikai Hivatal felméréséből. Legnagyobb mértékben a szeszes italok, a dohányáruk és az üzemanyagok drágultak, de több élelmiszernél is jelentős az emelkedés. Itt a vásárlók főleg a vaj, a sajt és a sertéshús áránál tapasztalhatnak kiemelkedőbb drágulást. Nőttek az árak tavalyhoz képest, a fogyasztói árindex számításához a KSH szakemberei, a kijelölt termékek és szolgáltatások adatait gyűjtik minden hónapban.
Ez úgy történik, hogy körülbelül 1000 darab termék és szolgáltatás szerepel a megfigyelésünkbe, és az összeírók ezeknek rögzítik azt a fogyasztói árát, amivel ugye a vásárlók is szembesülnek, hogyha bemennek a különböző boltokba. 2017. augusztusában ugye az adatok azt mutatják, hogy egy év alatt átlagosan 2,6%-kal emelkedtek ezek az árak. A KSH legutóbbi közleménye szerint, amíg az árak átlagosan 2,6%-kal nőttek, az élelmiszereknél ez a szám 3,2%. A párizsi és a kolbász 7%-kal, a kávé 6,2%-kal, a cukor és a kenyér pedig 5,3%-kal emelkedett augusztusban a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az egyéb cikkek, mint például a gyógyszerek, a lakással, háztartással és testápolással kapcsolatos, valamint kulturális cikkek ára átlagosan 3,3%-kal nőtt, az üzemanyagé pedig 5,8%-kal. Drágult például a tűzifa is 6,1%-kal, és a ruházkodási cikkek 0,3%-kal. De voltak kiemelkedő termékcsoportok is. A legmagasabb áremelkedést a csoportok közül, azt a szeszes italok dohányáruknál mértük. Itt elsősorban a dohányáruk drágultak, közel 9%-kal egy év alatt. Ez leginkább a jövedéki adóemelés hatásának tudható be. Az élelmiszereken belül is voltak olyan termékkörök, ahol közel 10 vagy akár még magasabb, mint 10%-os emelkedés történt. Ilyen volt például a vaj, a sajt, a sertéshús. Az élelmiszereken belül viszont például csökkent a baromfi hús ára, ez az évelei áfakús csökkentésének a hatása, itt egy év alatt közel 15%-os árcsökkenést mértünk. Ha havi lebontásban nézzük az adatokat, akkor is emelkedtek 2017. júliushoz viszonyítva augusztus hónapra 0,1%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak. Az élelmiszerek árai viszont 6,6%-kal csökkentek, ez főleg az idényáras termékeknek, mint például a burgonya, a friss zöldség és a gyümölcs köszönhető. A fogyasztási főcsoportok közül ebben az esetben is a szeszes italok és a dohányáruk drágultak a legjelentősebben, ezeké 0,7%-kal. A háztartási energia ára nem változott, a ruházkodási cikkekért azonban 1,3%-kal kevesebbet kellett fizetni. A világgazdaságnak az egyik bankelemzője úgy nyilatkozott, ezek az adatok azt jelzik, hogy az infláció egyértelműen visszatért a magyar gazdaságba. 17 milliárd forinttal több pénz maradt a családoknál 2016-ban a szülőknél érvényesíthető adókedvezménynek köszönhetően. Az igénylők körében csökkent az egygyerekesek száma, viszont jelentősen többen vannak a két, három, illetve több gyermekesek. A megyében tavaly 68 ezeren éltek a családi adókedvezménnyel. Országosan több mint 1,1 millió szülő csökkentette adólapját 2016-ban családi adókedvezménnyel. Így 212 milliárd forint maradt a családoknál tavaly, 17 milliárddal több, mint 2015-ben. A megyében is egyre többen élnek a kedvezménnyel, itt is jelentős növekedés figyelhető meg, mind az igénylők, mind pedig a megtakarítások tekintetében. A 2016-os adóévre vonatkozóan itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 68 ezer adózó vette igénybe a családi adókedvezménynek a lehetőségét. Ez azt jelentette, hogy a családok zsebében körülbelül 10,5 milliárd forint maradt. Az idejében ez körülbelül 1,5 milliárd forinttal több, mint az előző években. A családi adókedvezményt igénylőknél csökkenés figyelhető meg az egygyerekes szülők esetében, viszont megugrott a 2, 3, illetve több gyerekes szülők száma. A két gyerekeseké az egész országban 40 ezerrel, a három vagy több gyermekeseké pedig 11 ezerrel nőtt. A családi adókedvezményt érvényesítőknél egy gyerek esetén havonta 10 ezer forinttal több marad a családi kasszában, míg kettő eltartott esetén 15 ezer, három vagy annál több eltartott esetén pedig 33 ezer forinttal gazdálkodhattak egy hónapban többel a szülők. Akkor sincs gond, ha valaki elfelejtette bevallásában érvényesíteni a kedvezményt. Az ugyanis nem veszik el. Természetesen azok sem maradnak le a családi kedvezmény érvényesítéséről, akik esetlegesen nem a havi jövedelmükben, vagy nem is a bevallásukban érvényesítették. Hogyha valaki szeretné ezt megtenni, mert lemaradt mindkét esetről, akkor hogyha benyújtja azon ellenőrzést az EBEV oldalunkon, a Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján, akkor természetesen megteheti és érvényesítheti ezt a családi kedvezményt. Ha valaki az előző években sem nyújtotta be a családi adókedvezményre az igényét, holott jogosult volt rá,
akkor azt legfeljebb 5 évre visszamenőleg megteheti. Györfi Erzsébet független képviselőt választották polgármesternek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hermánszegen vasárnap megtartott időközi választáson, közölte a Cégén-Dányádi közös önkormányzati hivatal jegyzője az MT-vel. Bíró Attiláné elmondta, a 228 választásra jogosultból 170-en mentek el szavazni. Az érvényesen leadott voksok száma 169 volt. Az 5 független jelölt közül Györfi Erzsébetre 77, Badar Attilára 76, Badar Csabára 10, Bakosné Kis Judit Erzsébetre és Katona Barnabásnéra pedig egyaránt 3-3 szavazatot adtak le. Nagy István Béla, a Magyar Munkáspárt jelöltje egyetlen voksot sem szerzett. Az időközi polgármester választást azért kellett megtartani a 246 lelkes községben, mert a település vezetője, Badar László júniusban elhunyt. Huszonhárom csapat közel 40 fajta ételét kóstolhatták meg vasárnap a látogatók a Sóstói Múzeum faluban. A régi Magyarország ízei nevet viselő rendezvényre nem csak a megyéből, hanem a határon túlról is érkeztek csapatok, akik a saját tájegységük jellegzetes ételeit mutatták be az éhes vendégeknek. Nem csak Magyarországról érkeztek főző csapatok vasárnap Nyíregyházára. Ukrajna, Lengyelország és Németország is képviseltette magát. A régi Magyarország ízei gasztronómiai fesztivál célja, hogy a különböző térségek hagyományait az ország határon túli települések is megismerhessék. Erre pedig a Sóstói Múzeumfalu a leghitelesebb helyszín. Úgy kell működni a Sóstói Múzeumfalunak, mint a kenyérnek, a kovásznak. Meg kell tudni keleszteni azt a tudást, azt a régi értéket, amellyel rendelkezünk, és a mai rendezvény is pontosan ezt a célt szolgálja, és természetesen emellett Nyíregyházának egy különleges varázsát, egy turisztikai vonzerejét is növeli, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a rendezvény idén is létrejött. A helyszínen túl az ételek változatossága is különlegesítette a programot. 23 csapat közel 40 féle különböző tájegységére jellemző ételét hozta el. Olyan ételeket találhatnak, kóstolhatnak meg, amelyeket régen ettek a falvakban, és készítettek az akkori házi asszonyok, de ma, valljuk be őszintén, időhiányában nem nagyon készítenek olyan ételeket, amelyiknek nagyon egyszerű az alapanyaga, de nagyon időigényes elkészíteni, és itt most ezeket megkóstolhatják. A főzőcsapatoknál folyamatos volt a nyüzsgés, ismerkedtek egymással, a különböző fogásokkal és a vendégekkel is. Az egyik legnépszerűbb étel az ukrán nemzetiségi önkormányzat által hozott vareniki volt. A vareniki az meg egy ravioli féle, különböző töltelékkel, burgonyával, káposztával, turóval és meggyel. Csavartfánk, köles sütemény, rántott palacsinta és sok más édesség csalogatta a vendégeket, de nem volt hiány a húsos ételekből sem. Az egyik legbőségesebb levest a Göcsei Skanzen hozta el. Göcsei makkoltató leves, mi Zalaegerszegről jöttünk, a Zalaegerszegi Falumúzeumból, és az ottani, hát a bakonyi betyárok levesét főzzük, amiben füstölt hús van, vathús, kolbász, naná, erdei gomba, krumpli, a 1930-as éveknek a receptje ez. A különleges ételek mellett számos kiegészítő program várta a látogatókat. A kicsik íjászkodhattak, lovaskocsira ülhettek, a színpadon zenés táncos előadások szórakoztatták a közönséget, és az első Moody világ találkozó is kiegészítette a második alkalommal megrendezett gasztronómiai fesztivált a Sóstói Múzeumfaluban. A hosszabbításban szerzett góllal győzött a Békés Csaba ellen a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese a bajnokság 8. fordulójában a Békés Csabát fogadta, és 1-1-es félidő után 3-2-re verte ellenfelét. A tabella második helyén álló Kisvárda vasárnap idegenben a Vác ellen lép pályára. A várakozásnak megfelelően indult a találkozó, a hazaiak irányították a játékot, hogy aztán a vendégek szerezzenek vezetést a semmiből. Egy bedobást követően oltán szabálytalankodott a kapu előtt, a játékvezető pedig 11-est ítélt, amit birtalan váltott gólra.
A bekapott találat kicsit megfogta a házigazdát, a 40. percben azonban érkezett a válasz, Ilics játszotta magát tisztára, pontos beadását pedig Horváth fejelte a kapu jobb alsó sarkába. Egy perc múlva kis híján ismét vezetett a Csaba, Vicián lövésénél azonban a felső léc kisegítette Molnár kapust. A 68. percben már a Kisvárdánál volt az előny, Ilics lépett ki egy ellenféltől kapott labdával, majd önzetlenül oltán elé passzolt, aki nem hibázta el az ígyszert. Uralta a játékot a Várda, amikor újabb büntetőhöz jutott a Békés Csaba, Lukács buktatta Nagy Istvánt, a 11-es pedig ismét bírtalan értékesítette. A hajrában nagy erőket mozgósítottak a hazaiak a győztes gól megszerzéséért, és az erőfeszítéseket sikerkoronázta. A 92. percben Ilics lódult meg, majd a 4 perccel korábban beállt Vári Eli ívelt, aki becsúszva a bal alsó sarokba továbbította a labdát, eldöntve ezzel a mérkőzést. Jól kezdtük a találkozót, rögtön két helyzettel nyitottunk, utána semmiből kaptunk egy 11-est, ugye, amit értékesítettek, az egy kicsit sokkolta a csapatot, de aztán egy olyan negyed óra után fölállt a csapat újra, és akkor támadás hátán vezetett, voltak nagyon szép támadások, viszont ott a befejezésekkel szintén akadtak problémák, valamint hát hozzá kell tenni, hogy az ellenfél kapus az parádésan védett a mai napon, és a másik fél időben is nagyon sokat tettünk azért, hogy helyzeteket alakítsunk, ezek meg is voltak, de ezeket sajnos nem nagyon sikerült értékesíteni. Megszereztük a vezetést, és magabiztosan játszott a csapat, ekkor megint jött egy semmiből egy büntető, és az megint nyíltá tette a mérkőzést, de a játékosok utolsó utáni percig is mentek, nagy akarattal futballoztak, rengeteget tettek azért, hogy megnyerjék ezt a találkozót, és a erőfeszítésüket siker koronázta, és utolsó utáni percben meg tudtuk nyerni a találkozót. A vendégek edzője érthetően csalódott volt a hosszabbításban kapott gól miatt, ettől függetlenül elismerte a Kisvárda győzelmének jogosságát. Én úgy gondolom, hogy ilyen pillanatban a Kisvárda és az MTK kiemelkedik az MB2-ből. Nagyon komoly minőséget képviselnek az itt lévő játékosok. Nekünk ahhoz, hogy erre a szintre jutunk, rengeteget kell dolgozni. Ezért is sajnálom, hogy nem tudtuk megőrizni a legalább az egy pontot, és nem tudtunk egy nagyon értékes ponttal gazdagodni. A mérkőzés alakulásához nyilván hozzátartozik, hogy volt szerencsénk, hiszen rengetegszer a kapusunknak kellett hárítani, de ettől függetlenül azért tudtunk két gólt szerezni, tudtunk vezetni, fel tudtunk állni vesztes állásból. Ilyenkor meg kell tudni tartani ezt az egy pontot, akár rutinból, akár úgy, hogy olyan szituációkat alakítunk, amivel tudtuk lassítani a játékot. Ráadásul úgy érzem, hogy a mérkőzés végén már nem volt benne az, hogy a Kisvárda gólt szerezzen. Előtte volt rá lehetőség, akkor már nem voltak azért közel hozzá. A forduló további eredményei a következők: Moson-Magyaróvár Budafok 0-0, Grosics Akadémia Dorog 2-1, Kazincz-Barcika Soroksár 1-0, MTK Budapest Nyíregyháza Spartakusz 2-0, Csákvár Jirmót 1-5, Siófok Cegléd 0-0, Zala-Egerszegvász 0-0, Győr Szolnok 0-0 és Sopron Budaörs 3-3. A tabella élén az MTK Budapest áll 22 ponttal, megelőzve a 20 pontos Kisvárdát, amely a következő fordulóban idegenben a Vác ellen lép pályára. Túl van a főpróbán a bajnoki rajtra készülő Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese az A-csoportos Debrecentől vereséget szenvedett. Az NB1 C-ben szereplő Tiszaújvárost viszont magabiztosan verték Nagy Krisztiánék. A kékcápák pénteken Bonyhádon kezdik a szezont. A hétvégén rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda másodosztályban, így érthető, hogy a csapatok az elmúlt hetekben sorra játszották a felkészülési meccseket. Nem kivétel ez alól a Nyíregyháza Blue Sharks sem, Siska János együttese két mérkőzésen is pályára lépett az elmúlt hét második felében. Először az élvonalbeli Debrecennel, majd az NB1 C-ben szereplő Tiszaújvárosra játszottak Nagy Krisztiánék. Mindenképpen szerettünk volna erősebb csapat ellen is játszani a felkészülés során. Debrecennel sikerült, hogy ők átcsoport vannak, három régióssal álltak fel. Én úgy gondolom, hogy helytált a csapat, végig szoros mérkőzés volt. Nagy ritmusban játszottunk. Ugye itt a Busivel most érkezett vissza, ugye neki is fel kell venni még a ritmust a csapattal, még az össze kell szokni, illetve a légiós néztük meg, hogy milyen szinten tud játszani. Tiszaújvárosnál ugye az ők alacsonyabb csapat vannak, mint mi, ott inkább próbáltuk az új védekezéseket gyakorolni, amiket átvettünk edzéseken, illetve a fiataloknak adtunk több lehetőséget. A kékcápák az elmúlt hét első felét Romániában töltötték, ahol az edzések mellett két Európa-bajnoki meccset is megnéztek a játékosok. Hétfőn délőtt indultunk el Nagyváradra, hogy ott volt a szállásunk, hétfőn délután edzettünk egyet, illetve este.
kedden délőtt edzettünk egyet, és utána indultunk el Kolozsvárra. Ugye két mérkőzést néztük meg, a horvát, spanyol, illetve a román-magyar mérkőzést. Nagyon nagy élmény volt, nagyon élvezték a fiúk. És utána este éjszaka visszaindultunk a mérkőzés után Nagyváradra. Szerdán délőtt edzettünk egyet, és utána érkeztünk vissza Magyarországra. Siska János még elmondta, hogy ezen a héten a frissítésen van a hangsúly, mivel pénteken Bonyhádon már bajnoki pontokért játszanak a Cápák. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 16 millió szál cigarettát foglalt le közel 900 millió forint értékben a Nemzeti Adó és Vámhivatal az év első 7 hónapjában a megyében. Emellett az elmúlt évek során számos cigarettacsempészettel és terjesztéssel foglalkozó bűnszervezetet is felszámoltak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a cigarettacsempészet egyik legkritikusabb pontjának számít, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban is. Átlagosan 2,6%-kal emelkedtek a fogyasztói árak egy év alatt, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal felméréséből. Legnagyobb mértékben a szeszes italok, a dohányáruk és az üzemanyagok drágultak, de több élelmiszernél is jelentős az áremelkedés. Itt a vásárlók főleg a vaj, a sajt és sertés hús áránál tapasztalhatnak kiemelkedőbb drágulást. 17 milliárd forinttal több pénz maradt a családoknál 2016-ban a szülőknél érvényesíthető adókedvezménynek köszönhetően. Az igénylők körében csökkent az egygyerekesek száma, viszont jelentősen többen vannak a két, három, illetve több gyermekesek. A megyében tavaly 68 ezeren éltek a családi adókedvezménnyel. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 11-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap felhős, hűvös, csapadékos időre van kilátás. Egy hullámzó hidegfront éri el térségünket, ezért több fokkal visszaesik a hőmérséklet, észszelesre fordul az idő. Estétől nyugat-délnyugat felől egyre több felhő érkezik, és éjszaka erősen felhős lesz az ég. A hajnali óráktól záporra, zivatarra is számítani lehet. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de hajnaltól megélénkül az észak-keletire forduló szél, zivatarok környezetében átmenetileg erős és viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok lehetnek. Eső, zápor, zivatar ismétlődő jelleggel várható. A nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A hőmérséklet napközben alig emelkedik. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. A melegfronti hatást hidegfronti hatás váltja föl. Csütörtök estig alapvetően a napos idő lesz túlsúlyban. Péntektől több lesz a felhő, de a jelenlegi számítások szerint csak vasárnap a nap második felétől valószínű számottevő csapadék. A hétvégére ismét visszamelegszik az idő.